Üdvénekinek sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a valódi bűnesetek. Az előző részben a féltékenységről beszéltem, és ott jött szembe velem ez az eset, amiről ma szó lesz. De az mégse a féltékenységhez kapcsolódik, inkább már jobban az irigységhez. Egy férfi megirigyelte két kamasznak a fiatalságát, a boldogságát. 1979-ben járunk, Molnár Henrikről van szó. Ez a férfi boldogtalan volt. Amikor elkapták, tudta is, hogy felakasztják, várta is, hogy akaszták fel. De ez nem mentség arra, hogy megtámadjon két fiatalt, csak azért, mert ők fiatalok. És őnek is sosem volt ebben része. Kezdjük a szint a végén el. György, egy 14 éves fiú, véresen sétált az úttörő vasút síneinél. Szerencsére találkozott egy fiúval, Péterrel. Péter csak néhány évvel volt idősebb Györgytől, rögtön segített, a vérző fiúnak a hátára vette, és elindult vele, hogy keressenek valakit, aki elviszi őket a kórházba. Leintettek egy katonai járművet, az megállt, kikérdezték, hogy mi történt, Péter mondta, hogy megtalálta Györgyöt, aki vérzett. A katonák leintettek egy zsigurit, ez a zsigurit szállította be a vérző fiút a kórházba. A fiú Elmondta még ott a kórházban, hogy vele volt egy fiatal lány is, a barátnője volt Katalin, de ő valószínű már meghalt. A rendőröket ugye egyetemű rögtön értesítették. Ki is mentek arra a helyszínre, amit György megadott, hogy, hogy hol támadták meg őket, és hol lehet Katalin holteste. A holtestet meg is találták. Két órával később egy férfi sétált be a rendőrségre. Ő volt Molnár Henrik László. A 13. kerületi kapitányságra sétált be, és közölte az ügyeletes tisztán, hogy délután megszurkált a második kerületben lévő Hársegyi úttörő állomás közelében egy kislányt és egy kisfiút. György állapota szerencsére javult, és elmondta a rendőröknek, hogy mi történt aznap. Azt mondja, hogy ők kirándultak a hegyen, és pont pihenőt tartottak. Ekkor jelent meg ez a férfi. A férfi megszólította őket, és egy vadásztört szegezett a lány torkának. György minden kérését teljesítette ennek a támadónak, ugyanis nagyon féltette Katalint, és körülnézett látta, hogy nem tud segítséget kiáltani, nincs ott senki, semmilyen felnőtt gyerek, senki. Henrik azt kérte, hogy a fiú menjen el a szemeteshez, ott van egy negylón szatyor, és azt hozza oda. Ezt megtette a fiú, és abban volt egy kötél. Azt mondta Henrik, hogy György kötözze meg Katalint. Ezt is megtette a fiú. Úgy volt vele, hogy ha nem ellenkezik ezzel a támadóval, és mindent megtesz, amit kér, akkor talán van esélyük nem felhergelni a támadót, és talán megúszszák ezt az egészet. A fiúnak katalin kezét kellett hátrakötni. Miután ez megtörtént, Henrik hátrakötözte György kezét is. Ekkor Henrik odament a lányhoz, és György visszaemlékezett, hogy valamit sugott támadó a lánynak, a lány pedig elkezdett sikoltozni. Ezután György egy fájdalmat érzett a melkasában, és úgy tett, mint aki meghalt. Valószínű, ugye, ekkor megszúrta őt a támadó. Hallottnak tettette magát, de amikor Henryk elkezdett ugye a zsebeiben turkálni, akkor észrevette, hogy a fiú még él, ezért még háromszor melkosan szúrta a fiút. Nem nagyon kellett tettetni, hogy ő úgymond meghalt, mert persze négy szúrás volt már ekkor, amit kapott. Tehát nagyon le volt gyengülve, de, de tényleg annyira próbálta tettetni, hogy ő meghalt, nem mozdult, és próbálta összeszedni magát, ugye csukott szemmel fekvő helyzetben. Amikor már így nagyon óvatosan kinyitott a szemét, és meggyőződött, hogy nincs már ott a támadó, akkor oda rohant Katalinhoz, de a lány már halott volt. Ezt még György pontosan nem tudhatta, de azt látta, hogy vagy halott, vagy nagyon nincs jó állapotban, és látta, hogy nincs megint a közelben senki, elkezdett kiabálni, és semmi nem történt. Ekkor indult el a sineken, sinek mentén, és ekkor találkozott Péterrel. A helyszíni szemle során a rendőrök megtalálták a, ezt a szobanfogó nejlonzacskót, a kötelet, injekciós tűt is találtak, és egy boros üveget. Megtalálták György személyigazolványát, a véres pengői varáztört. Előkerült a férfi, fémkeretes szemüvege is. Molnár Henrik előírettéről kiderült, hogy emberülés kísérletéért már kétszer folytelene büntető eljárás gimnazista korában baltával támadt az alvó szüleire. Ekkor ugye őrizetbe vették, de azt mondták, hogy ő elmebeteg. A szülők pedig életveszélyes és az egész életükre kiható sérüléseket szenvedtek, de megúszták a történteket. Henriket azonban nem vonták felelősségre, mert elmebetegnek nyilvánították a szakértők. Egy évvel később pedig már gyógyultnak nyilvánították. Egy évet kellett ugye, elmegyógyintézetben tölteni, ugye amikor mondták, hogy ő, ő nem felelős a tetejét, mert elmebeteg, egy év elmegyógyintézet, kiengedték. Ezután, a szabadulása után nem sokkal ismét büntetőjárás indult ellene, mivel bejutott egyik nő ismerősének a lakásába, ott volt a lány ismerős 13 éves öccse, száját betömte, a kezét összekötözte, majd késdöfött a gyerek melkasába. Ekkor ismét elmebetegnek találták a férfit, megint csak egy elmegyógyintézetbe került. Amikor kikerült az elmegyógyintézetből, akkor pedig meg akart erőszakolni egy nőt, illetve sikasztás is elkövetett. Na ekkor már az Egészségügyi Tudományos Tanács kimondta, hogy Molnár Henrik László nem elmebeteg, így felelősségre vonhatták a korábban elkövetett bünteteiért is. A bíróság összbüntetésül. 12 és fél évi szabadságvesztés is szabad ki a férfira, amelyet a Szegedi Csillagban töltött le, és 1978-ban szabadult, feltételesen. 12 és fél év azért, mert baltával támadt a szüleire, mert bemosolt egy nőismerőséhez, és annak a 13 éves öcsét megszúrta, és aztán pedig meg akart erőszakolni egy nőt, és sikasztott. Ez 12 és fél év. Majd kikerül a férfi, feltételesen. A Csepeli autógyárban nem adtak a képességeinek megfelelő munkát, a Madács színházban helyezkedett el bútorosként. Majdnem, Henrik mit keresett ott ezen a helyszínen, ahol a két gyereket megtámadta. Elvileg öngyilkos lenni, azért vitte magával a kötelet, hogy felakaszta magát. Azért vitte a boros üveget, hogy ebből merítsen bátorságot, és hogyha nincs elég ereje, hogy felakaszta magát, akkor pedig a levegőt nyomott volna a vénájába. Mindezek mellett elvileg azért készített be, mert találtak egy női hánoinget is, azért kellett, hogy megtéveszta a rendőrséget. Azt mondja, idézem, Hadd csámcsogjanak az elmeszakértők, hogy mégis kégy gyilkos voltam. Hát valamit időben meg kéne tenni, nos, ez nem így történt, mert akkor ott volt pont az a két gyerek, és annak a két gyereknek az volt az egyetlen egy hibája, hogy nevetgéltek. Jól érezték magukat, éppen kirándultak, megpihentek, és olyan fokú irítség kerítette őt hatalmába, amely végzetes tetre sarkalta vérezni és szenvedni akart őket látni, és ez gyönyör érzéssel töltötte őt el. Saját magáról azt mondta ő, hogy ő egy ember bőrbe bújt vadállat. Előző videómban is pont mondtam, hogy a vadállat nem ilyen. Az ember az ember, is ez pont elég. Azt mondja, hogy ő mindig csak azt látta, hogy más boldog. És amikor elmegy, hogy ő végezzen magával, akkor is csak azt látja, hogy más boldog. És a rendőrségre pedig azért ment el, hogy bűnhődjön a tetteiért. Tehát neki rossz, rossz élete volt, más nem azért boldog, hogy őt bosszantsa, csak boldog, és ezért meg kellett halniuk. Legalábbis az egyik sajnos meghalt. Valóban így történt, valóban bűnhődött Molnár, Henriket, Ajas indokból visszaesőként egy ember ellen elkövetett emberölés és egy ember ellen elkövetett emberölési kísérlet miatt a Fővárosi Bíróság büntető tanácsa 1979. október 15-én halálra ítélte. Az ítéletet két hónappal később a legfelsőbb bíróság jogerős döntése és a kegyelmi kérvény elutasítása után végre is hajtották. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a rövid részt is. Egy lájkkal támogathatjátok a munkámat, kommentben írjátok meg, hogy hallottátok-e már ezt a történetet. Vigyázzatok egymás és magatokra, remélem a következő részben találkozunk. Sziasztok!